very much for inviting us here to your country. Thank you for being so welcoming. Köszönjük, hogy meghívtatok az országotokba, és ilyen vendégszeretők vagytok. Since I was a very little girl, since I was very young, I've always been involved in some sort of charity or organization to help raise money for different causes. Mióta gyerek vagyok, mindig részt vettem olyan karitatív dolgokba, amiben segítettünk pénzt keresni mások szolgálatára. But I always did it because I wanted to have fun, because it was about me and my friends and what it would. I wanted to have fun and I wanted to raise money and I wanted to be out there doing all those things. It was all about me until I went to Africa. De mindezt én azért csináltam, hogy én jól érezzem magam, hogy én és a barátaim mi keressük meg a pénzt, és az egész csak rólam szólt. Egészen addig még el nem jutottam Afrikába. When I went to Africa, I realized it wasn't just about what it gave me, it was about what I was doing was giving so much to so many people all over the world, really changing their lives and making a difference. De amikor eljutottam Afrikába, akkor rájöttem, hogy ez az egész nem csak rólam szól, hanem arról, amit másokért tudok tenni, hogy meg tudom változtatni az életüket. It's so great to know that I can go out there to work and change, at the same time as I'm changing my lifestyle, I'm giving a life to somebody else. És nagyon jó tudni azt, hogy amikor ott vagyok, amikor értük dolgozok, akkor nem csak az én életem változik, hanem az övék is. We encourage all of our group, all of our distributors to donate as many bags of Vitamil as they can every single month, knowing that in doing this, they're saving the lives of so many starving children. Az én csoportomban mindenkit bátorítunk és buzdítunk arra, hogy annyi Vitamil csomagot adományozzon, amennyit csak tud, mert azzal éhező gyerekek életét menti meg. Two great future leaders, Mary and Ivana. Hi. Két jövőben nagy vezető van itt, Mary és Ivana. Have traveled here to Hungary with me and made great sacrifices, and together with many others in our group, we have made a commitment. Ők nagy áldozatot hoztak azért, hogy itt lehessenek most Magyarországon, és ők elkötelezték magukat egy bizonyos dolog mellett. Our goal is not only to donate bags ourselves every single month, but to teach all new distributors to do the same. A mi célunk nem csak az, hogy mi magunk adományozunk minden egyes hónapban ilyen csomagokat, hanem minden új üzletépítőnket megtanítsuk erre. We're also organizing two large Nourish the Children events every single year to educate people and to raise awareness of what's really going on in the world. És minden évben két nagy Nourish the Children rendezvényt is szervezünk, hogy az embereket tudassuk arról, hogy mit tehetnek és hogy mi zajlik. To raise money for bags of Vitamil. Hogy pénzt gyűjtsünk Vitamilre. And to share our wonderful story of our time that we spent in Africa. És hogy megosszuk azokat az élményeket, amelyek Afrikában minket értek. I really am truly blessed to be part of a company with such a great heart. Igazán áldottnak érzem magam, hogy egy ilyen nagy szívű cégnek lehetek a része. And I'd like to say a very special thank you to my sponsor, who's also my mom and my mentor. Thank you so much for introducing me to such a wonderful company with such great people. És szeretném külön megköszönni a szponzoromnak és mentoromnak, aki egyben az anyukám is, hogy egy ilyen nagyszerű céggel ismertetett meg engem. As Blake Roney said, Nourish the Children is 5% of our business, but 95% of who we are. Ahogy Blake Roney is mondta, Nourish the Children csak 5% annak, amit csinálunk, de 95% annak, akik vagyunk. Thank you. Köszönöm. I'm truly grateful to be here today. Nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek ma. This is such a wonderful company to work with. Ez egy valóban igazán csodálatos cég, akikkel együtt dolgozhatunk. We're truly blessed to have such a company with such a big heart lead us and be an example to the world. Igazán áldottak vagyunk, hogy egy ilyen nagy szívvel rendelkező cég vezethet minket és lehet példa számunkra. What we experienced in Africa was really humbling.
amit mi Afrikában tapasztaltunk, igazán alázatra intett minket. There is an abundance in the world. Igazi bőség van a világban. We must give with abundance. Ezért nekünk is bőségesen kell adnunk. We must go out there and make a difference in the world as leaders. Vezetőként kötelességünk a világban változást hozni. And I have a little story. Van egy kis történetem is. It's a little story about snow geese. Ez a kis történet, ez egy lúdról szól. When the snow goose migrates to other countries, amikor ez a lúd más országokba elrepül, they fly together in flocks. Akkor ez csoportosan teszi. But when somebody falls away or gets injured, és hogyha valamelyikük lemarad vagy megsérül, the leaders fall behind. Akkor a vezetők is hátrébb mennek. And they work in two. Two leaders go. Két vezető hátrébb megy. And they lift up the flock. És fölemelik az egész csapatot. And they try to lift the flock up to bring them back together again. És ezt azért teszik, hogy újra összehozzák a csapatot. We have to do that with our teams around the world. Nekünk is ezt kell tennünk a világ szerte lévő csapatainkkal. We have to team together. Együtt kell dolgoznunk. So that we can truly make a difference. Hogy valóban változást hozzunk. And reach the goal of Blake Rooney. És elérjük Blake Rooney célját. To be the number one direct sales company in the world. Hogy az első számú közvetlen értékesítési vállalat legyünk a világon. Because we have a difference to make in the world. Mert bizony szükség van erre a változásra. Together we as leaders. Mi vezetőként. We must have our whole group donating to Nourish the Children. El kell, hogy érjük, hogy az egész csoportunk a Nourish the Children programban adományozzon. You have to watch this video again and again and again. Ezt a videót újra és újra és újra meg kell néznetek. And if you're as passionate about this initiative as I am, és hogyha ti is olyan szenvedélyesek vagytok ezzel kapcsolatban, mint én, and our group are, és a mi csoportunk, then lead with what you're passionate about and play that video. Akkor vezess ezzel a szenvedéllyel és mutasd meg ezt a videót. Because you can go out there and truly make a difference. We are making a difference. We're feeding so many children. Mert valóban tudunk változást hozni, és valóban ez is történik. Annyi gyereket etetünk. As a mother, we have to lead. I have to lead as an example. Anyaként nekem is a példámmal kell vezetnem. And I feel so proud to have my daughter here with me today on stage. És olyan büszke vagyok, hogy itt lehet velem a lányom a színpadon. And I'm so truly grateful for the team that made sacrifices to be here today. És hálás vagyok a csapatunkért, akik áldozatot hoztak, hogy itt legyenek ma. But those children make sacrifices every day of their life. They don't have moms. They don't have dads. De ezek a gyerekek minden nap áldozatot hoznak, hiszen apukájuk, anyukájuk sincs legtöbbjüknek. And we can go out there and make a difference. De mi is segíthetünk nekik. I pray that all of you in this room today can go home and put your order in for Nourish the Children if you don't already have one, and perhaps double it if you do. I pray that you will all do that. Én azért imádkozom, hogy azok, akik még nem vesznek részt a programban, amikor hazamennek innen, akkor megtegyék az első megrendelésüket, akik pedig már benne vannak, azok pedig duplázzák meg. So that we can continue to make a difference in the world. And I bless all of you. Thank you very much. I feel so grateful to be part of this conference.